A nyugati pályázatban vagyunk, a start jegyvizsgáló kollégák számára biztosított pihenőhelyiségében, várakozó helyiségében. Látható, hogy itt azért jelentős változás történt az elmúlt időszakban. Tekintve, hogy kb. Másfél éve küzdködik a VDSZ szolidaritás azon a problémával, hogy ez a helyiség emberi tartózkodásra kevéssé alkalmas. Abban a sorokban leázás volt, és az egésznek a festése, az állapota, az már kritikán aluli volt. Most azért, ha szétnézünk, egy rendezett kultúrát helyett látunk, új vízcsap került vízmelegítővel, és hát nagyon reméljük, hogy a potorzat vonatkozásában is meghallgatásra kerülnek az igényeink, és ezek is rövidesen cserébe kerülnek valamilyen kultúrát a változatban. Ezzel párhuzamosan lépéseket tettünk annak érdekében, hogy a laktanya helyiségként, laktanyaként szolgáló úgynevezett fehérházban is bútorzat csere történjen, mert hát sem új keleti probléma, egyrészt az ágyak fekhelyeknek a minősége már annyira leromlott, hogy a rugók állnak ki belőlük ébe hova, tehát ott már a pihenés feltétele ilyen módon nem teljes körülön biztosítottak, meg hát azért ott egyéb problémák voltak mindenféle vérszívókkal, élősködőkkel, akik tanyát vertek ezekbe a fekhelyekbe, úgyhogy mindenféleképpen időszerű a csere ott is. Én azt gondolom, hogy ez is meg lesz, de nagy valószínűséggel az áttevődik 2016-ra. Itt a korábbi beázásra oka tulajdonképpen az elöregedett tetőszerkezetből adódott, ami hát a háborút követően újabb felújítást nem kapott, tehát a helylátés követően nem kapott, ez azóta van ez a tetőszerkezet az épületnek ezen a felén. És hát gyakorlatilag maguk az építészek, a statikusok sem tudták egyértelműen, hogy honnan származik ez a tetőről, illetve a maga az eldúlt, elfolyó vízelvezető rendszerben torlódtak fel a vízek, akár a körúti Szennyvíz csatornától egész odáig, hogy már a falakat áztatta. Most ezek ezt az elfolyó rendszert kipucolták, és hát most várjuk, hogy mi fog következni. Ha ez volt a probléma, akkor reméljük, hogy ez egy hosszú távú megoldás. Ha nem, de többől adódik, akkor az első nagyobb esetnél meglátjuk, hogy újra megjelentetik elvonázás vagy sem. De ez milliárdos beruházás lenne, ha ez a rosszabbik verzió kerül előtérbe újfent, tehát ez egy milliárdos beruházás keretében mondható csak meg. Én azt gondolom, hogy akkor nincs más, mint újra és újra helyreállítani a helységet. Tehát nyilván költségesebb, de nincs más járható út, amíg az egész komplex felújítása meg nem történik a pályaudvaron.